Gyakorlati képzés. Több mint 150 millió forint kormányzati támogatással épült fel az épületgépészeti kivitelezéssel foglalkozó Hot & Coltherm Kft. Tanműhelye Tiszalökön. Jó kilátások! A tavalyihoz képest jobb áron adhatják el a görögdinnyét a termelők a felvásárlóknak. Közszolgálati tisztviselők napja. Három állami tisztviselő és 7 települési önkormányzati dolgozó kapott kitüntetést ma a megyeházán. Több mint 150 millió forint kormányzati támogatással épült fel az épületgépészeti kivitelezéssel foglalkozó Hot & Coltherm Kft. Tanműhelye, amelynek segítségével 60 tanuló folyamatos képzése valósul meg Tiszalökön 2017. szeptemberétől. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az oktatási centrum átadásán a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, kiemelten fontos az észak-alföldi térségben is a szakképzés folyamatos fejlesztése, hiszen a jelen munkaerőpiaci helyzetben szüksége van a magyar gazdaságnak jól képzett szakemberekre. Cseresnyés Péter hozzátette, a foglalkoztatás növekedési üteme Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legdinamikusabb az országban az elmúlt időszakban. 2010 és 2016 között 180 ezerről 230 ezerre nőtt a foglalkoztatottak száma, ami 27% feletti növekedési ütemet jelent. A munkába állók fele a versenyszektorban helyezkedett el, ami a hátrányos helyzetű térség ellenére nagyon jó eredménynek számít. A munkanélküliek száma 10 000-rel csökkent a keleti megyében, a munkanélküliségi ráta 18,2%-ról 11,6%-ra javult. De még mindig sok teendő van a térségben a foglalkoztatás területén, tette hozzá az államtitkár. 2017-ben igazodva a munkaerőpiac gyors változásaihoz tovább folytatódik a szakképzés és a felnőtt képzés átalakítása, és a gazdasági igényekhez való még hatékonyabb igazítása. A tervezett beavatkozások a gazdasági szereplők versenyképességének fokozása érdekében rövid távon a vállalati képzések rendszerének kialakítását és beindítását és annak kiterjesztését célozzák. Középtávon a vállalati érdekeltségen alapuló, a munkaerő utánpótlását biztosítani tudó iskolarendszerű szakképzés további átalakítása történik majd. Az új oktatási centrum ügyvezetője elmondta, a beruházás 225 millió forintba került, aminek része a 150 millió forintos támogatás a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. A tanműhelyben 8 szakmacsoportban kezdik el szeptembertől a gyakorlati képzést, ilyen például az épületgépészeti csőhálózat szerelő, kőműves, hegesztő, burkoló, festő és bútorasztalos szakma. Cégünknek jelenleg is 25 fő állományi létszáma van. Ezen felül folyamatosan együtt dolgozunk a vállalkozó társcégeinkkel, így közel 50 főt mozgatunk meg különböző beruházási területeken. A szakképzőcentrumnak az volt az elve, hogy kiképezni azokat az utánpótlás embereket, akikkel későbbiekben, a jövőben tudunk majd együtt dolgozni, hiszen minden szakterületen, az építőiparban, legalábbis ami bennünket nagymértékben érint, hiányosságokat vettünk észre szakmai területen, ebből kifolyólag hoztuk létre ezt a szakképző centrumot, ahol elsősorban építőiparhoz kapcsolódó 8 szakmacsoporttal szeretnénk elkezdeni a gyakorlati képzés bonyolítását. A térség országgyűlési képviselője szerint a duális képzés bevezetése nagyban hozzájárul a magyar gazdaság fejlődéséhez. 2010 után a szakképzés átalakítása elkezdődött, hogy gyakorlatorientáltabb legyen a képzés, hogy a szakmát jól megtanulják a tanulók, és azért örülök, hogy itt Tiszalökön egy ilyen gyakorlati képzőhely valósult meg 21. századi minőségben. Remélem majd ezt a hallgatók, a tanulók igénybe fogják venni, hiszen a duális képzésnek óriási ereje van, hogy megszeressen egy tanuló egy szakmát. Itt pedig, ahol Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és itt Nyugat-Szabolcsban is elég magas a munkanélküliség, bár azt kell, hogy mondjam, hogy az országos átlagtól csak egy kicsit magasabb, és sokkal rosszabbak voltak a mutatók pár évvel ezelőtt, és a szakképzés, a szakemberek, a szakmunkások képzése, amelynek átalakítása néhány évvel ezelőtt elkezdődött, és most is tart, azt mutatja, hogy szükség van a magyar gazdaságnak szakképzett munkaerőre. A tanműhely átadásán jelen volt Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke is, aki azt mondta, a munkaerőpiaci igények határozzák meg, milyen képzésekre van szükség. Ez a
nagyszerű példája ez az oktatási központ annak a módszertannak és törekvésnek, amely arra irányul, hogy rugalmasan a munkáltatói igényekhez alkalmazkodva magas szintű képzés keretében a munkaerőpiacon jól hasznosítható tudást hozzanak létre, adjanak át az itt tanuló, itt képzésben részesülő munkavállalók, leendő munkavállalók számára, akik számára a személyes egzisztenciájukat is biztosító tudás, szakképzés, szaktudás birtokába jutva, illetve a munkáltatói igényeket is messzemelően kielégítve részesülhetnek képzésbe. Cseresnyi és Péter mindehhez hozzátette, a folyamatos felnőtt képzés a munkavállalás szerves részévé válik. 2017-ben a vállalati képzések rendszerének felgyorsítását 45 milliárd forint uniós forrás segíti majd, amelyre várják az építőipari nagyvállalatok és kisebb cégek pályázatait is. A tavalyihoz képest jobbáron adhatják el a görögdinnyét a termelők a felvásárlóknak, mondta el híradónknak Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke. Július közepétől már a megyében termett dinnye is kerül a piaci standokra, illetve a felvásárlókon keresztül Lengyelországba, Szlovákiába és Romániába. Magyarországon közel 5000 hektáron termelnek dinnyét, és a termőterület túlnyomó része két megyére koncentrálódik. Békés megyében 1910 hektáron, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 1760 hektáron foglalkoznak dinnyetermesztéssel a gazdák. Az elmúlt évtizedekben úgy alakult, hogy előbb a békési, majd utána a szabolcsi dinnye kerül a piacra. Az időjárás eddig kegyes volt a termelőkhöz, a viharok nem tettek károkat az ültetvényekben. Hál' Istennek a elvonuló viharok több helyen okoztak jeget, de kis mennyiségben, és erre mondom, hogy hál' Istennek a dinnye még olyan állapotban, hogy abba kárt nem tudtak okozni, ugyanis a megyében inkább a helyre vetett dinnye van fölényben, és ezeket később vetik el, felkészülve arra, hogy a piaci lehetőségek is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében úgy alakultak ki, hogy az ország többi részein, tájegységein már mikor lemenvonulnak a dinnyék, azok a kereskedők költöznek át ide, és ez a szezon végét jelentik, úgyhogy nekünk körülbelül augusztus 20-a körül van a csúcs. Nyilván a július 15-e után itt is megjelennek már, mert azért felszaporodóban vannak ezek a fóliás dinnyék, öntözött területekről ezek korábban vannak, de a csúcs itt nálunk azért az augusztusi hónap. Az elnök szerint az elmúlt évhez képest a termelők jobb árat kapnak majd a kereskedőktől a dinnyéért. A tavalyi év az egy könnyen felejthető, közé sorolható, 8-12 forint volt a kilónkénti ára, amikor már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is elkezdett érni a dinnye. Most a kilátások egy kicsit szebbek, úgy tűnik, hogy keveset vetettek országos szinten is, és ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vetettek 10%-kal kevesebbet, ez azt jelenteti, hogy nem lesz olyan túl kínálat. A szabolcsi dinnye az árusok pultja mellett külföldre is eljut. A kereskedők elsősorban Lengyelországba, Szlovákiába és Romániába szállítják a zöldhéjú, piros belsejű gyümölcsöt. Három állami tisztviselő és 7 települési önkormányzati dolgozó kapott kitüntetést a közszolgálati tisztviselők napján. A megyei ünnepség idén már a 15. alkalom volt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatásáért díjat osztottak ki. Ezt a napot először 1997-ben ünnepelték hazánkban, 2011-től pedig már a kormánytisztviselők napja is lett július 1-e. 10 kaptak kitüntetést ma Nyíregyházán a megyei közszolgálati tisztviselők napján. Közülük 3 állami tisztviselők és 7 települési önkormányzatok dolgozói. Idén már 15. alkalommal jutalmazták azokat, akik a közigazgatás működésében és fejlesztésében példaértékű munkát végeztek az elmúlt években vagy akár évtizedekben. Környezetvédelmi, természetvédelmi főosztályon dolgozom, ügyintézői munkakörben. Nagyon jó érzés és nagy meglepetéssel ért, hogy kitüntetést kapok. Nem számítottam rá. A közigazgatás sikeressége és megbízhatósága a köztisztviselőkön múlik, emelte ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója. Polgári András hozzátette, a megye közel 600 000 lakosát szolgálják ki nap mint nap a közszolgálatban dolgozók.
A közszolgálati dolgozók, én úgy gondolom, egyébként valóban egy modern közigazgatás részét képezik. Nyilván itt volt bérrendezés, egyébként volt egy teljesen új jogszabályi környezet kialakítása, ami azért volt fontos, hiszen életpályát kell építeni. Ugye az életpályamodell nagyon fontos most már a közigazgatásban is, hiszen hosszú távon kell gondolkodni a kollégákkal, nyilván a szaktudás és nyilván a szakértelem megszerzése véget is. És én úgy gondolom, hogy akik a mai napon megkapják ezt a kitüntető díjat, ők valóban megérdemelték azt, és pontosan azért is dolgoznak, hogy az életpályájukkal, az életükkel példát mutassanak a többi kolléga részére is. Az ünnepségnek idén is a megyeháza adott helyszínt, ahol a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a közszolgálati tisztviselőket. Baracsi Endre beszédében kiemelte, a szakmai elismerés minden munkakörben fontos. Nagyon fontos az, hogy valóban őket megbecsüljük, és azt az elismerést, azt a szakmai elismerést is megkapják, amellyel azt hiszem, hogy mindenképpen tudjuk segíteni a jövőbeni munkájukat is, mert azért a visszajelzés minden munkakörben fontos, ez pontosan igaz a közszolgálati tisztségviselőknél is, akik még egyszer mondom, hogy olyan csendes, mellékes munkát végeznek, amellyel úgy szövik át a napjainkat, hogyha ők jól végzik a munkájukat, akkor nem vesszük észre őket, és ezért kell az, hogy a szakmai elismerés az folyamatosan biztosítva legyen. A köztisztviselők napját első alkalommal 1997-ben ünnepelték hazánkban, 2011-től pedig már a kormánytisztviselők napja is lett július 1-je. A nyári meleg a kutyákra nézve is veszélyes. A 30 fok közeli időjárás a házi kedvencek szervezetét is megviseli. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Egy később érkező légióst kivéve végleges a Nyíregyháza Blue Sharks játékos kerete. A lejáró szerződésű kosarasok közül Bús Iván és Cura Attila 2 évvel, Olá Zoltán pedig 1 évvel hosszabbított. Fazekas Csaba távozott, érkezett viszont a nyíregyházi nevelésű Cinger Zoltán. A kék cápák július végén kezdik el a felkészülést. 3 nyíregyházi atléta is kivette a részét a magyar válogatott csapat Európa-bajnoki győzelméből. A Tel Avivban megrendezett versenyen a magasugró Bakosi Péter, a súlylökő Kerekes László és a futó Osváth Krisztina eredményei is kellettek ahhoz, hogy a magyar csapat az élen végezzen a másodosztályban, és feljusson a Superliga mögött a sportág második vonalának számító első osztályba. A nyári meleg a kutyákra nézve is veszélyes, a 30 fok közeli időjárás a házi kedvencek szervezetét is megviseli. Főleg az öreg, a szívbeteg és a rövid orrú kutyafajtákra kell fokozottan figyelni. Utóbbi csoportba tartoznak például a pekingi palotakutyák, a buldogok és a boxerek. Ha megtörtént a baj és a kutya túlmelegedett, fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz vigyék. A forró nyári napokon házi állatainkra is vigyázni kell. A kutyákat még jobban veszélyezteti a hőguta, mint az embereket. A veszélyeztetett kutyák közé tartoznak az öreg, a szívbeteg és a rövidorú fajták. Utóbbinak az orrjáratuk és a légcsövük is szűkebb, és a lihegéssel sem tudják olyan hatékonyan hűteni magukat, mint a többi kutya. Ezért a nagy melegben akár meg is fulladhatnak. A fekete szőr magába szívja a meleget, de például a hosszú szőrűek is nehezebben tűrik a forróságot. A hűtés érdekében jól eshet az ebeknek, ha mancsait hideg vízbe mártják, vagy egy vizes törölközön végig feküdhetnek. Ha mégis megviselni a kutyát a nagy meleg, fontos, hogy időben cselekedjünk. Mindig biztosítsunk a kedvenceink számára ivóvizet és árnyékot, sose hagyjuk az autóban, vagy gyorsan felmelegedő más helyen, zárt helyen a kutyákat, macskákat. Hogyha már megtörtént a baj, és túlhevült az állat, akkor liheg, elfekvő, akár véres hasmenése is lehet, ilyenkor azonnal le kell locsolni bővízzel, és a legközelebbi állatorvoshoz kell vinni. A forró nyári napokon a sétákat próbáljuk akkor a reggeli vagy az esti órákra időzíteni, főleg ha a kutyát aszfalton sétáltatjuk, ugyanis a levegővel együtt az is felforrósodik napközben. Nyíregyházán a bújtosítóban és a sóstóítóban is tilos fürdetni a kutyákat. A lehűtés és itatás érdekében ezért a sétákra is ajánlatos vizet és hordozható itatótálkát vinni házi kedvenceinknek. Egy később érkező légióst kivéve végleges a Nyíregyháza Blue Sharks játékos kerete. A lejáró szerződésű kosarasok közül Bús Iván és Cura Attila 2 évvel, Olá Zoltán pedig 1 évvel hosszabbított. Fazekas Csaba távozott, érkezett viszont a nyíregyházi nevelésű Cinger Zoltán. A kék cápák július végén kezdik el a felkészülést.
Meglehetősen ritka a magyar kosárlabdában, hogy egy csapat már június végére tudja, hogy kikkel vág neki a következő szezonnak. A Nyíregyháza Blue Sharks NB1B-s együttesénél minimális volt a játékos mozgás, így a csütörtöki sajtótájékoztatón már szinte a végleges keretet ismertette Sitko Ernő szakmai igazgató. Két kosaras, az amerikai Emani Gent és a Debrecenbe igazoló Fazekas Csaba neve szerepel a távozók oldalán, az érkezési oldalon pedig a legutóbb Zalaegerszegen szereplő Singer Zoltán neve említhető. Talán egy picit meglepő az, hogy ilyenkor már kialakul a keretünk, de igazából ez azért alakulhatott így, mert a tavalyi keretet együtt tudjuk tartani, és az is volt a fő célunk, hogy ha már tavaly elindultunk egy úton, akkor azok a játékosok nagy részt itt maradjanak, akik ebben részt vettek, és nagyon örülünk annak, hogy ehhez a kerethez olyan játékos tud csatlakozni, aki Nyíregyházán lett valamikor U18-as bajnok, majd elment átcsoportba, és most visszatér hozzánk. Bízom benne, hogy jól fogja itt érezni magát. Ugye Singer Zoltánról van szó, aki a Zalaegerszegben töltötte az előző bajnokságot. Remélem, hogy jól fogja itt érezni magát, és fogja tudni segíteni a játékával a csapatunkat ahhoz, hogy elérjük azokat az eredményeket, amiket mi kidűzünk magunk elé. A 23 éves, 215 cm magas center két év paksi és négy év zalaegerszegi szereplés után tért vissza Nyíregyházára. Nagyon remélem elsősorban, hogy a korábbi évek tapasztalatait valamilyen szinten fel fogom tudni használni, és örülök annak, hogy nagyobb lehetőséget kaphatok itt a B csoportban, mint korábban, és igazából majd a szezon közben fog ez kiderülni, hogy mikkel tudok hozzájárulni a csapat sikeréhez, de remélem, hogy minél több mindennel a tudásomat fogom tudni itt kamatoztatni, és előrelépésre is lesz lehetőségem. A szintén 23 éves Cura Attila az előző szezonban közel 15 pontos mérkőzésenkénti átlaggal segítette csapatát. Az 1-es-2-es poszton bevethető játékos újabb két évre kötelezte el magát a kékcápák mellett. Ez a döntés számomra nagyon egyszerű volt, hisz jól éreztem magam mindig Nyíregyházán. Itt születtem, itt nevelkedtem, itt kezdtem el kosárlabdázni. A tanulás is ide költ család, úgyhogy igazából egyszerű döntés volt ezek miatt. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint nagy előnyt jelentett a következő szezonban az, hogy alig változott a játékos keret. Ez lehet a jövőben a legnagyobb erősségünk, hogy nagyon összetartó a gárda, tényleg csapattársakként és barátokként sportolunk együtt. Úgy gondolom, hogy tényleg ritka ez, hogy ennyire együtt marad a meghatározó mag, illetve az emberek. Nagyon örülök ennek, hogy együtt leszünk, hiszen nagyon jó emberekkel kosárlabdáztam együtt, és nagyon szeretem a csapattársaimat, illetve úgy gondolom, hogy a belépő embert Zoli is, és teljesen beleillik ebbe a képbe, és őt is nagy szeretettel ugye vártuk, és nagyon örülünk, hogy jön, hiszen barátunkként tért haza. A Nyíregyháza Blue Sharks július 15-én és 16-án edző továbbképzőt tart, majd azt követően a csapat fiataljai elkezdik a fakultatív munkát. A tényleges felkészülés július 31-én kezdődik. Egy légióst még szerződtetnek a cápák, a 2-es-3-as poszton bevethető kosarast később választja ki a szakmai stáb. Három nyíregyházi atléta is kivette a részét a magyar válogatott csapat Európa-bajnoki győzelméből. A Tel Avivban megrendezett versenyen a magasugró Bakosi Péter, a súlylökő Kerekes László és a futó Osváth Krisztina eredményei is kellettek ahhoz, hogy a magyar csapat az élen végezzen a másodosztályban, és feljusson a Szuperliga mögött a sportág második vonalának számító első osztályba. Tel Avivban 12 ország válogatottja mért össze tudását a csapat Európa-bajnokság második ligájában. A magyar válogatott fölényesen nyerte a pontverseny Szlovákia és Litvánia előtt, és ezzel feljutott az első osztályba. A nyíregyházi versenyzők közül a magasugró Bakosi Péter 216 cm-rel a harmadik helyen végzett, Kerekes László súlylökésben a 9. helyen zárt, Osváth Krisztina pedig a 4. helyen befutó 4x400-os női váltót erősítette. Széles Imre tanítványa idén a felnőtt országos bajnokságon is szerzett 2 ezüstérmet 400-on, illetve 800-on, az utánpótlás bajnokságon pedig megnyerte a 800 métert. Általános iskolás korom óta Csengelben duatlonoztam, triatlonoztam, ide jöttem tovább tanulni a Vasvári Pál gimnáziumba, így a középtávot választottuk, volt egy sérülésem, és így a hosszú távot azt anyagoltam, meg amúgy is jobban szeretem a középtávot, és hát 2 éve, úgymond tavaly óta nagyon bejött
hál' Istennek jöttek az eredmények. Előtte nem nagyon, a súlyom miatt is voltak bajok, de tavaly óta hál' Istennek összejött az edzésen, és jobban oda figyelek, meg most már oda teszem magam minden télen. Az edző szerint a 400 és 800 méteres táv teljesítéséhez szükséges edzésmunka elvégzéséhez speciális tulajdonságokra van szükségük az atlétáknak. Bírni kell a monotonitást itt is, illetve nagyon jó keringésre kell rendelkezni, aki 4, illetve 800 métert szeretne futni. Úgy érzem, hogy nála ezek a tulajdonságok megvannak, illetve nagyon nagy akarat elő kell ahhoz, hogy ezt a rengeteg edzésmunkát elvégezze, amihez kell. Osvárt Krisztina teljesítményével bekerült a lengyelországi U23-as Európa-bajnokságra utazó válogatottba. A július 13-án kezdődő kontinens viadalon Széles Imre tanítványa a 4x400-as váltóban és 800 méteren áll majd rajthoz. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Több mint 150 millió forint kormányzati támogatással épült fel az épület gépészeti kivitelezéssel foglalkozó Hotent Colterm Kft. Tanműhelye, amelynek segítségével 60 tanuló folyamatos képzése valósul meg Tiszalökön 2017. szeptemberétől. Az oktatási centrum átadásán a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, kiemelten fontos az észak-alföldi térségben is a szakképzés folyamatos fejlesztése, hiszen a jelen munkaerőpiaci helyzetben szüksége van a magyar gazdaságnak jól képzett szakemberekre. A tavalyihoz képest jobb áron adhatják el a görögdinnyét a termelők a felvásárlóknak, mondta el híradónknak Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezetének elnöke. Július közepétől már a megyében termett dinnye is kerül a piaci standokra, illetve a felvásárlókon keresztül Lengyelországba, Szlovákiába és Romániába. Három állami tisztviselő és 7 települési önkormányzati dolgozó kapott kitüntetést a közszolgálati tisztviselők napján. A megyei ünnepség idén már a 15. alkalom volt, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megye közigazgatásáért díjat osztottak ki. Ezt a napot először 1997-ben ünnepelték hazánkban, 2011-től pedig már a kormány tisztviselők napja is lett július 1-e. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 29-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig elérhetik honlapunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Az észak-nyugat-európa felett örvénylő ciklon előoldalán péntek estig változó nedvesség tartalmú, igen meleg levegő áramlik térségünk fölé. A keleti pénteken a középső ország részben is kánikula várható. Az éjjel gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, majd késő estétől jobbára derült idő várható. Zápor, zivatar eleinte több felé, majd helyenként előfordulhat. A délnyugati szél sok felé megerősödik, időnként viharossá fokozódik. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég. Helyenként előfordulhat zápor eső. A délnyugati szél sok felé megerősödik, időnként viharossá fokozódik. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Szombaton egy hullámzó frontrendszer felhőzetéből kezdetben több helyütt előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar, majd csökken a felhőzet. Országszerte felfrissül a levegő. Vasárnap, illetve hétfőn helyenként még van esélye záporoknak a változó felhőzetből. A következő napokban azonban a napsütés lesz túlsúlyban. Általában kevés gomoly felhőre számíthatunk. Csapadék nem valószínű és újból erősödik a nappali felmelegedés. Helyenként ismét mérhetnek 30 fok feletti maximumokat. Péter Pál napján sokfelé nem mentek ki a földekre dolgozni, mert ezen a napon gyakran voltak erős villámtevékenységgel párosuló viharok, és a korábbi villámcsapásos halálesetek miatt féltek elődeink.